Egy országos ingatlan közvetítő iroda szerint fekete folt van a végtörlesztés szabályozásában. Egy tavaly évvégi törvénymódosítás értelmében ugyanis jelentősen megnehezül azoknak a dolga, akik ingatlanok eladásából akarják fizetni adósságukat. Hiszen a módosítás értelmében igazolniuk kell, hogy rendelkezésükre áll az összeg, amelyel a hitelt fizetik. Eddig az önerő igazolásához elegendő volt az adásvételi szerződés felmutatása. Igazából most a piac arra rendezkedett be, hogy általában készpénzes vásárlás akik január 31-ig ki tudják akár a teljes hitelösszeget fizetni az eladónak, azok vannak előnyben. Így átmenetileg megszűnhet a most megkötött adásvételi szerződésekben az eddig megszokott 60 napos fizetési határidő, hiszen azoknak, akik a végtörlesztés miatt válnak meg tulajdonuktól, január végéig, vagyis jóval a 60 napos fizetési határidő előtt igazolniuk kell a visszafizetendő összeg meglétét. Tényleg nagyon nem vannak az árak. Mindeközben az ingatlan árak 15-20%-kal vannak lejjebb, mint korábban. Sokak áron alul adják el a tulajdonukat, hogy pénzhez vissanak. Akiknek viszont van miből befektetniük, most jól járnak, hiszen olcsón vásárolhatnak ingatlant maguknak, ezzel a lehetőséggel egyre többen élnek Fehérváron is pörög az ingatlan piac. Egy 15-20 kal nem vannak az árak, tehát mindenki, akinek van pénze, az annak most érdemes ingatlant vásárolni. Az ingatlanos szerint január végéig maradnak ilyen alacsonyan az ingatlan árak, utána lesz várható némi áremelkedés.